Régóta tudjuk, hogy szoros összefüggés áll a gazdasági versenyképesség és a lakosság egészségi állapota között. Ha egy ország csupán egy évvel növelni tudja a lakosai születéskor várható átlag életkorát, az a GDP mintegy 4%-os emelkedését vonhatja maga után. Közös érdekünk tehát a magyar gazdaság versenyképességének javítása, ehhez pedig egészséges munkaerőre van szükség. Ennek elérését célozta meg a Debreceni Egyetem 2016 őszén indult és most a hónap végén záruló kutatása, amely az egészségi állapot javítását szolgáló népegészségügyi beavatkozások célcsoportjait és tartalmát próbálta meghatározni. A projektben mintegy 100 kutató vett részt 6 munkacsoportban, akik 2004-től kezdődően rögzítették a folyamatokat. Arra jutottak, hogy aggasztó a hazai lakosság egészségi állapota, ami térségünkben hatványozottan igaz. Észak-Magyarország és Észak-Alföld az Európai Uniónak két olyan régiója, amelyiknek az egészségi állapot mutatói a legkedvezőtlenebbek. Különösen igaz ez a legnagyobb népegészségügyi súlyú betegségekre, úgy mint a szívérendszeri betegségek és a daganatos betegségek, és a mi kutatásainknak is elsősorban a úgynevezett kardiometabolikus rendszer, kardiometabolikus megbetegedések voltak a fókuszában. A szívérrendszeri problémák mellett a cukorbetegség, valamint mindazok az anyagcsere rendellenességek sorolhatók ide, amelyek ezek és a daganatos betegségek kialakulásához és a korai halálozáshoz járulnak hozzá. Kiderült, a V4 országokban utóbbiak terén sehol nem olyan rosszak a mutatók, mint régiónkban, ahogy a szívérrendszeri megbetegedésekben is a sereghajtók közé tartozunk. A vizsgált 20 és 64 év közöttiek negyede vagy cukorbeteg, vagy kialakulhat nála. A magas vérnyomás terén sem kedvezőek a számok, az érintett korosztály több mint fele küzd ezzel. A hasi elhízás a csoport mintegy 3/4-nél elsősorban a fiataloknál okoz problémát. Az egészségmagatartás terén is kedvezőtlen változások zajlottak le 2004 óta. A 30 év alattiaknál jelentősen megugrott a dohányzás gyakorisága. A férfiak majdnem 40, a nők közel 30%-a gyújt rá rendszeresen. Mint a kutatást vezető professzor elmondta, alapvető probléma, hogy 2012 óta nincs népegészségügyi programja az országnak, amely a megbetegedések kialakulásának kockázatát csökkentheti. Az is fontos, hogy ha már kialakultak, ezek minél korábban legyenek felismerve, és a megfelelő beavatkozásokkal visszafordítva. Olyan programok szülessenek meg, amelyek az egészség magatartásnak a javítását nem csak megcélozzák, hanem támogatják különböző törvényi és nem törvényi intézkedésekkel, és ami különösen fontos, hogy a betegségek korai stádiumban való felismerésének programjai, azok ne csak beszédtémául szolgáljanak, hanem a gyakorlati tevékenység alapjául szolgáljanak. A kutatás azt is megállapította, hogy a vastag és végbélrák, valamint az emlőszűrésen való részvétel nem megfelelő az országban. Ahogyan azt is, hogy a magas vérnyomás és cukorbetegség korai kimutatása már az alapellátás szintjén fontos lenne. A tudományos munka finanszírozására egyébként 1,5 milliárd forintot kapott az egyetem, ami minden idők legnagyobb támogatása népegészségügyi kutatásra.